Az elmúlt néhány napban megint fellángolt a vita, hogy Budapest a biztonságosabb, vagy éppen a nyugatabbra fekvő európai nagyvárosok, például Bécs. Miközben itthonról sokan azt hangoztatják, hogy jobb a helyzet külföldön, sok olyan magyar van, aki éppen a biztonsági problémák miatt költözik haza. Ők testközelből látják, hogy milyen az élet a gettók és a no-go zónák között. Egy Svédországból hazatérő svéd-magyar hölggyel beszélgetett Hevér Lóránt. Natalie nemrég költözött vissza Magyarországra. Mennyi idő után, pontosabban Svédországban született, de hosszú idő után úgy döntött, hogy Magyarországra költözik. Mennyi idő telt el? 40 év. És miért? Mert a körülmények, amik történnek ott Svédországban, nincs semmi biztonság. A rengeteg immigránsok, akit beengedtek az országba, sajnos romolt a helyzet. És ma olyan helyzetben van, hogy a metron nem tudsz nappal utazni Stockholmba, ott, ahol éltem, mert szexuálisan molesztálják az embert, és ahol nem kapsz segítséget, a rendőrség nem jön ki. Ülhetsz egy kávézóban nappal, és oda rohan 5-6 15 évesek, 16 évesek, ilyen immigráns fiatal fiúk, és később fenyegetnek, hogy elveszik a mobilt, vagy a táskádat. A munka lehetőségek nagyon nehéz lettek. Sajnos már nincs az a munka lehetőség, mint régebben. Már nagyon sok svéd nem kap munkát, hanem ők kapnak munkát. Nekem is nagyon nehéz volt elhelyezkednem a kórházba, hogy praktikáljak, mint orvosi tanuló tavaly Stockholmba. És szerencsére megkaptam azt a lehetőséget, de 80% a kollégáim azok mind immigránsok, muzlimok. Az orvostól, ápolónőtől kezdve mindenki. Stockholm, és ez egy nagyon híres egyetemi kórház, Karolinska és a Danderyd. És nagyon sok svéd orvosok nem kapnak állást Svédországban, hanem átmennek Norvégiába. Nagyon sok ápolónők, svédek, akik dolgoznak a kórházba, ott hagyják a munkájukat, mert szexuálisan molesztálják őket meg a munkahelyen is, hogy ott hagyják a munkájukat. Ezek konkrét esetek? Igen, ott Svédországban az, ami nagyon szomorú és felháborító, ezért ülök itt ma, mert ezek a tények nem jönnek ki, hanem lecsöndesítik. Ezek a tények kijönnek ott, helyben, ott az újságban, ott a tévében, de nem jön tovább kifele. Hogy érti azt, hogy lecsöndesítik? Hát nem jön ki, hogy a többi országok, úgy, mint önök, magyarok, ebbe tudjanak részt venni, hogy mi történik a napi dolgok ott Svédországban. Ezzel az információkkal nem jönnek ki, hanem leszűkítik, hogy mi jöhet ki, és mi, ami nem jöhet ki. Amikor történnek mondjuk minden nap Stockholmba, több mint 50%-ot nem is mondják ki a híradóba, nem mondják ki az újságba. És ez tény? Önnek milyen negatív tapasztalatai voltak, hogyha megoszt velünk egyet-kettőt? Hát nagyon szomorú vagyok, mert én ott nevelkedtem. Én fél magyar vagyok az anyukám által, én sokat hazajártam Magyarországon, mert Magyarországon tekintem, mint az hazám is, és nagyon szerettem ide hazajárni. Még volt is célom, hogy hazaköltözzek Magyarországra a jövőre, de ez felgyorsított ezt a helyzetet, hogy ezért vagyok ma itt, és hazaköltöztem végleg most ez miatt, a biztonság miatt. Szomorú, hogy az embernek el kell hagyni egy országot, mert nem kap az ember védelmet. Ez nagyon szomorú. És nem én vagyok az egyetlen egy, akinek el kellett hagyni Svédországot. Nagyon sok ismerőseim elhagyták Svédországot. Most is vannak egy jó páran, akik tervezik elhagyni Svédországot. Családok, gyerekekkel, mert az iskolába is fenyegetik a tanárokat késsel. Ez egy napi folyamat, ami történik. A gyerekek biztonságban nem tudnak bemenni az iskolába egyedül az utcán, kirabolják nappal, koktélokat bedobnak a villaházakba, hogy fölgyúl a ház. Most már volt egy pár család, aki oda veszett sajnos, hogy ez egy napi probléma. Európában, vagy itt Magyarországon egy konkrét ügyről tudunk, az a stockholmi.
terrortámadás? Az csak egy. Igen. De ennél több történik az egész országban. Ott van Göteborg, ott is tegnap előtt nappal kettő férfit lelőttek az utcán. Erről önök nem tudnak. Van Malmö, ott minden nap lövöldözés van. Erről sem nem tudtok. Hogy egyetlen egy, amit önök tudnak, igen, az, ami történt Stockholmban, de önök nem tudják, hogy az emberek, akik ott élnek, hogy mit élnek át minden nap. A munkahelyükön, az iskolán, az utcán, bemész egy vásárlóközpontba, bejönnek, belőnek, megütnek, megfenyegetnek. Mióta tapasztalnak ilyeneket? Hát utolsó 2-3 éve. Drasztikusan. Jobban és jobban történnek ezek a dolgok. Előtte ezt így nem tudtam tapasztalni, egyáltalán nem. Utolsó 2-3 év. Beszédtéma ez az ott élő emberek, svédek között? Mit mondanak ők? De az a probléma, hogy senki nem mer mondani semmit, mert az ember félök tőlük. Mert ha én rászólok egy férfire, aki próbál engem mondjuk szexuálisan molesztálni, pont egy reggel ott történt, amikor mentem a metróval, szerettem volna menni a metróba be a kórházba, és rám támadott egy férfi, egy immigránt férfi volt, és kértem segítséget, és senki nem mert csinálni semmit. Ez a probléma. Tehát nyilván voltak önök körül mások voltak is. Férfiak, nők, minden, csak néznek, ott állnak, mert már volt sajnos olyan esemény, hogy beleszóltak, akkor leszúrta. Hogy félnek a saját életükért. És valaki hívja a rendőrséget, a rendőrség még nem jön ki, mert azt mondja, hogy erre nekik nincs idejük. Hogy én el tudtam futni a helyszínről, és megoldódott a dolog, de szerencsém volt. De voltak lányok, akik meg voltak támadva, meg lettek erőszakolva, hogy nekem szerencsém volt. De itt az a probléma, hogy a rendőrség nem jön ki. Nem olyan régen volt egy pár fiatal, körbe mentek a kis motorbicikliükkel egy városban, és elkezdtek dobálni ilyen patronokat az utcán. Ugye az emberek meg is tudtak sérülni, ha mondjuk rád kerül. Hívtak a rendőrséget, hogy jöjjenek ki, és az volt a válasz, hogy meg kell őket érteni, mert háború országból jönnek, hogy nincsenek jól székhajlag, hogy nem kell vele törődni, próbáljunk bemenni egy üzletbe, vagy valahol kapjunk védelmet. Nem jönnek ki. Ezt kik mondták önöknek, vagy kik tanácsolt? A rendőrök nem jönnek ki. És a rendőrök meg ott is hagyják a munkájukat. Ez egy nagy probléma most Svédországban, és ott Svédországban, ott kint ott a médiában, az újságban, a híradóban, ott mondják, hogy ott hagyják a munkájukat, mert ők se nincsenek megvédve. Most minden városban moszkét fognak építeni, az egy dolog, de most azt is akarják behozni, hogy minden reggel mindenkinek hallani kell a nagy hallgatón az ő koreán hitükről, még stb. És akkor ezt mindenkinek ezt hallgatnia kell minden reggel. Most a mecsetekről beszél, vagy? Hogy mondjam ezt az egészet? Én nem vagyok rasszista, soha nem is voltam, és most nem vagyok az. Itt arról van szó, hogy ránk erőszakolnak olyan embereket, akik a viselkedésük nem acceptált. Mert terrorizálnak, fenyegetőznek, elveszik az összes munkánkat, nincs biztonság, félelemben vagyunk minden nap. Ez nem egy normális viselkedés. Itt erről van szó. Hogy ez nem passzol a mi elméletünkben, a mi életünkben. Ők mindent megkaptak, lakást, a pénzt, kezdve minden, és semmi becsületés nincs, hanem sőt, ellene fordulnak. Svédország segített a menekülteknek? Tehát például szociális lakásokkal, vagy persze, munkával? Persze, a Svédország az mai napig egy gazdag ország. Nekik megvan a lehetőségük, és meg is volt a lehetőségük, hogy befogadják őket, mert el tudják őket helyezni. Kapnak lakást, kapnak pénzt,
megélhetésre, ameddig el tudják őket helyezni különböző munkahelyeken, a gyerekek iskolába tudják járatni, és így is nem becsülik meg, hanem ellenünk fordulnak. Ön egyszer csak úgy döntött, hogy hazajön, de ott hagyott mindenkit a családból. Miért? És ők mit mondanak? Hát a családjaim, akik vannak kint Svédországban, van köztük is, akik elköltöztek Svédországból, hogy nem én vagyok az egyetlen. Van egy-kettő családtag, aki most kiköltöztek Ausztráliába. Akkor van egy, aki kiköltözött Amerikába. A barátaim között a legtöbb azok is külföldre költöznek. Hogy nem lesz sok ismerőseim vagy családtagaim, akik maradni fognak Svédországban. És miért döntött úgy, hogy Magyarország? Magyarország ma a legbiztonságosabb. Ezt mi alapján mondja? Még mindig. Mi alapján mondja ezt? Azon alapján, hogy azért mások a törvények, nem engedték őket be az országba, olyan módon, mint a többi országok. Nincsenek úgy itt, mint Svédországban vagy Németországban, vagy nézzük Bécs, Ausztriában, hogy mik történnek. Hogy ezért biztonság Magyarország, mert nincsenek itt. És ameddig tudok élni, szeretnék élni nyugodtan. Hogy nem kell, hogy féljek, hogy hova nézek, balra, jobbra vagy hátra. Be tudjak menni a munkahelyemen, rá tudjak ülni egy metronappal, annék, hogy féljek. Be tudjak menni a munkahelyembe, érezzem magam biztonságnak. Hogy mondjam, annyira megváltozott ez az egész helyzet, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy oda megyünk, hol gazdag az ország, hol van munkalehetőség, hol van pénz, több fizetést tudok kapni, jobb lesz az életem, de amikor nincs védelem, amikor nincs biztonság, akkor melyik ér meg mit? Natalie, köszönöm szépen! Köszönöm!